Ahogyan a világ minden táján élő magyarság folyamatosan értesült a közmédia által kezdeményezett csodálatos műsorfolyamról az elmúlt években, a Jónak lenni jó című műsorfolyamról, úgy mi itt Kárpátalján is rendszeresen figyeltük, hiszen a magyar közmédia, a rádió, a televízió hallgatásával, nézésével mi magunk is részei vagyunk az anyaországnak. És mindig rácsodálkoztunk arra, ahogyan az emberek nagy odaadással, csodálatos felajánlásokkal, nemes cél érdekében hatalmas összegeket tudtak gyűjteni, hogy valamilyen módon nehézségben, betegségben küzdő csoportok, gyermekek, felnőttek számára valamilyen módon segítséget nyújtsanak. Itt Kárpátalján mindig is úgy éreztük, de jó lenne, ha mi is bekapcsolódhatnánk a magyarországi kezdeményezésbe. Azonban nem tehetjük ezt meg egyszerű telefonhívásokkal, úgy, ahogyan ezt egy Magyarországon élő állampolgár megteheti. Különleges hallani ezekben a mostani hetekben arról is, hogy csak az egyszerű, névtelen 500 forintos telefonhívásokból mennyi adomány összegyűlt. Mindezeket hallva és látva és a szívünkben megszülető vágy következtében arra a döntésre jutottunk, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is szeretnénk valamilyen módon bekapcsolódni ebbe a csodálatos célú kampányba. Tisztában vagyunk azzal, hogy szerény anyagi körülményeinkhez képest csupán jelképes lehet a mi részvételünk. Azonban a szívünk együtt dobban az anyaországgal, és örömet jelent számunkra, ha ebben az akcióban mi magunk is részt vehetünk. Adományainkat a december 20-ai élő műsorfolyam alatt utalással fogjuk eljuttatni a közmédia számára.